A 80 éves Kopócs Tibor képzőművész jubileumi tárlatát október 19-én 17 órakor nyitják meg a Csallóközi Múzeumban. A Szemben önmagammal című kiállítást Szakolcai Lajos művészeti író méltatja. Közreműködik Kátai Zoltán énekmondó. A tárlatnyitó a Magyar Festészet Napja programsorozatának része lesz. A Városi Művelődési Központ 2017-18-as színházi évada október 19-én csütörtökön kezdődik el. A Kassai Tália Színház a Páratlan Páros című komédiát mutatja be. A darab főszereplője egy átlagos ember, John Smith. A bajok akkor kezdődnek, amikor kiderül, hogy még egy van ebből az emberből. Az előadás 19 órakor kezdődik. A Kultúrával az akadályok ellen című rendezvényt október 20-án pénteken rendezik meg a Városi Művelődési Központban. A délelőtt 10 órától estig tartó rendezvényen egészségügyi segédeszközök kiállítása, előadás, bemutató és gála műsor is lesz. A szervező velő polgári társulás célja, hogy a nyilvánosság megismerkedjen a fogyatékkal élők mindennapjaival. A DASZ labdarúgó csapata egy hónap után ismét hazai környezetben játszik bajnoki mérkőzést. 11 forduló után a DASZ a negyedik, ellenfele a Trencséni Gárda pedig a hetedik helyen áll. A második fordulóban már megmérkőztek egymással, és a dunaszerdahelyiek Trencsénben 2-1-re győztek. A meccs október 21-én szombaton 15 órakor kezdődik. Falusi Marian és Presser Gábor közös koncertet ad városunkban, amelynek helyszíne a Városi Művelődési Központ színházterme lesz. A 20-ed néhány dalunk című koncert október 21-én szombaton 19 órakor kezdődik. Közreműködik Holló Aurél, Tóth Tamás Ferenc, Födő Sándor és Kovács Péter Kovacs. Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából október 23-án hétfőn a diktatúrák áldozatainak emlékművénél tartanak megemlékezést. A 16 órakor kezdődő rendezvényen köszöntőt Hájos Zoltán polgármester, ünnepi beszédet Menyhárt József MKP elnök mond. Közreműködik Boráros Imre színművész, valamint a Novus Ordus diákszínpad tagjai.